Felkérem a 12. B-osztály két tanulóját, Mátrai Dorottyát és Szántó Rubent, hogy mondják el köszöntőjüket. Tisztelt szülők, hozzátartozók, vendégeink! Tisztelt intézményvezető asszony, intézményvezető helyettes asszonyok! Tisztelt osztályfőnök és tanári kar! Eljött a nap, ami minden végzős év első fontos eseménye, a visszaszámlálás kezdete az érettségi vizsgákig. A szallag, amit ma feltűzünk, egy jel, hogy hamarosan a nagyvilágban fogjuk találni magunkat, amiben ijesztő, és valami végét jelenti, mégis boldogsággal és izgatottsággal tölt el minket. A közhelytárat felcsapva a következő botolhatunk bele, ahol egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik. Most elérkezett a mi időnk is, és lassan be kell ismernünk, hogy fel kell nőnünk. A saját lábunkra kell állnunk, és magunktól megtanulni azokat a dolgokat, amiket a tankönyvekben nem olvashatunk. Évek vannak a hátunk mögött. Súlyos, közös évek ezek, hihetetlen élményekkel tarkítva. Elveszett névjegyekkel, szünetben megírt házi feladatokkal, székösszetörésekkel, osztálykirándulásokkal, igazgatóirodában kedélyes beszélgetésekkel teli évek voltak ezek, melyekre visszatekintve mi, 18 éves, tapasztalt öreg emberek megállapíthatjuk, az idő repül. Már nem is emlékszünk arra, hogy 2008-ban beléptünk az iskola kapuján megszeppenve, vagy aztán három nappal később már egy székkel a fejünk felett hadonászunk a másik irányába, természetesen csak egymás jobb megismerésének a céljából. Büszkék vagyunk arra, hogy élen jártunk a határidők pontos betartásában, hisz már majdnem mindenki befizette a tavaly márciusi gála meghívó árát, és arra is, hogy a teremdekorációs és mára már megboldogult teremtisztasági versenyeken is mindig titkos esélyesként indultunk a 16. helyezésért. 8 évet töltöttünk együtt. Azt mondják, az emberek 7 évente változnak. Ez természetesen ránk is igaz, kivéve Örbácsit. Ő nem változott. A 8 együtt töltött év alatt mindig ugyanolyan odaadással próbált minket a helyes irányba terelni. Tartotta értünk a hátát, vagy épp mosta a fejünket. Bár tudjuk, néha nem látszott, de tényleg hálásak vagyunk neki. Bár párját ritkító történeteinket estig sorolhatnánk, a továbbiakban a szánk helyett inkább a lábunkat jártatjuk. Fogadják szeretettel, jó szórakozást kívánunk! A 12. B-osztály nevébe Hupcaj Petra és Karuzsa Krisztián köti a szalagot az iskola zászlajára. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is szép, ha valaki ember tud lenni. Albert Camus. Kérem a 12. B-osztályt, foglalja el helyét a nézőtéren. It's been a long day.
about you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about feeling when feelings are?